Mindjárt. Párkányon átjöttem haza. Honnan jött? Párkányon keresztül, csak ugrott és már jött. Stúlyovó, úgyis fel. Szurro! Ki volt? Stúlyovó. Szurro! Hogy jártál a Stúlyovó? És én mentem ezen a szép történeten, hogy... De Párkányról nem estél le? Merengett a történetem, merengett. Ezen a szép... Szép Ilonka, szép Tihamér, merengett. Merengtem ezen a szép történeten, hogy Benes, Baranya, Tolna, Tolnát, Baranyát, Bátaszék, Nagysaló, Klapka, Pöltenberg, és így tovább. Jöttem át a Párkányi hídon merengve, és az ellenkező sávba valaki... Várja, hogy jöttél át? Merengve! Merengve! Csak halljam meg! És ha valaki a ellenkező sávból lehajtott az ablakot, és átkiabált ilyen kedves, hogy na mi van, köcsög? Ez a népszerűség látja. És akkor úgy éreztem, amit József Attila írt, hogy íme hát megleltem hazámat. Igen, ment egy házas pár merengve, és anya, ott a köcsög, ti a bér. Szia! És most jön, ami elmeséltem. Ti vannak? Meghalok. Most jön, ami elmeséltem. Hatodszor szólítja Tihamérnek. Itt ülnek, 7 éve itt ülnek, és a nevét nem tudja ez az áll. A most jön a kérdés. Azt hittem valaki más. Nem ő a Tihamér. Mert mindig Tedinek jó, mit tudom, mi az igazi. Tudtam, hogy a fedő neve Tedi, de hogy Tihamér. Most éljek rá. De Mimit hogy hívják most? Már sem tudom. Most éljek rá. Ságvári Endre. Most éljek rá Csehovként a belógatott puskára. Igen. Amit az elején jeleztem, hogy miért volt az, hogy 30-an mentünk Magyarországra. Igen. És csak te voltál a köcsög. Egyébként ezt mondjuk is. Ne bajsd a Tihamér! Egyébként tényleg ritka. Én is már voltam úgy, hogy Párkányról jöttem 30-an. Én például nem voltam köcsög, de... Nyilván, hogy engem nem ismertek föl. 30-an jöttünk Párkányról az esztergomi bazilika felé. Igen. És visszafelé 300-an mentek a felvidékre. Így jöttek a köcsögök, így mentek a kannába. Kannába mentek tankolni. Tessék, a köcsögben mi fér el? A benzines hír. Látod? Bizony, mert ott olcsóbb. Csak rákötöttük erre a rohadt hírre? Igen. Hú, de nehezen most néztem meg. Néha még ne haragudjak. Jaj. Az Orbán kormány.